Mindenhez. Jó, és akkor mi készül? Csülök, próbasütés. Ugye a homokát és okadalomnál 15 kemencébe fognak fülünk a húsok. Igen. Kalácsok. Igen. És ez most egy próbasütés. Itt látható a kemence. Egészen a kész ételig, mivel jár ez. Begyújtástól a kész ételig. Igen, hogy ne a homokát és okadalomba kísérletezzünk, ott már ki tudjuk szolgálni a vendégeket. Mi a fokhagyma különlegessége? A fokhagyma különlegessége az, hogy nem pucoltuk meg a fokhagymát, hanem ketté vágtuk, innen, és gyönyörű. És ez meg van sülve, és étkezés közben ezeket ki lehet kapargatni, és finom fokhagymást íz fog adni a krumpli. Tehát elkészült a kemencében sült csülök. Milyen? Kérdezem a séfet. Nem rossz.